Sziasztok! Itt újra a filmnél csatorna Blu-ray bemutatója. Vagyja, ez itt a folytatjuk utunkat Sergio Leone Western világában. A jó, a rossz és a csúpa, amit a legnépszerűbb Western film a volt egyszer, hogy van nyugodt. Talán Clint Eastwood ért főszereplésével, Sergio Leone mesteri rendezésével, és hát ugye ne felejtsük el azért ennyi Amerikóne újabb szuper zenéjét, ami csak szuper latinul szokban el természetesen mesélni azóta is, ez egy örök klasszikus zenéleg is, tehát mindenki imádja a zenéjét. Nagyon sokan felhasználták azóta, nagyon sok reklámtól kezdve, bemutatókon, előadásokon is lehet sorolni. És hát ez is, ez a kiadvány is a 14-5 fele jelent, meg nem olyan rég, de már nem, szinte nem kapható. Én szinte az utolsó darabot szereztem be. Kicsit magasabb árról amiatt, hogy utolsó darabok egyike, 5-6 ezerért lehet általában beszerezni a neten. Maximum, tehát annál csak drágább, vagy minimum, ennél csak szinte drágában lehet újat. Most új Blu-ray-ről beszélek. Használtan lehet egy kicsit olcsóban is talán be lehet szerezni, de ebben se vagyok biztos, mert utolsó darabokról van szó. Hát a jó, a rossz és a csúf az egyértelműen a legjobb rész trilógiával, a kulminálódás a pozitív oldalon. Annak a tudásnak, hogy Sergio Leone a három részbe beletett. A leghosszabb film is egyben, a legtartalmasabb, a legnagyobb út, az út az, amit bejárnak a karakterek benne. És a legtöbb színész szereplő itt is visszatér, akik az előző részekben benne voltak. Egyértelműen a rendezésen a hangulat, a színész játék, a zene, mondani valók, azok annyira ütnek, hogy ez a hihetetlen. Máig, tehát ez tipikusan olyan filmjában klasszikus, ami ma is érvényes. Egyszerűen olyan szempontból, hogy nem tud öregedni, nem kopik ki, és egyszerűen időtlen. Úgyhogy én csak ajánlom mindenkinek, viszont 16 januariaknak nem. Hiszen ott a karika, és ebbe egyetértek most, hiszen ezek a filmek azért tényleg nagyon gyerekeknek valók. Amit még talán mondanék a jóvalószínűs csúfról, hogy jól tudom, ez megjelenéskor még nem volt kult státuszban, később lett kultfilmé, akkor is szerették már, és nagy sikere volt, de igazából utólag lett óriási neve. Tehát ilyenkor látszik azért, hogy a legtöbb filmnél, ami klasszikusában zsálladott, utólag lett hatalmas film. Tehát kell egy kis idő elteljen ahhoz, hogy elmutassuk azt, hogy igen, ez klasszikusában zsálladott, és névente meg lehet nézni, vagy akár néhány évente és ugyanazt az élményt nyújtja. Ezért, amikor dobálják az Oscarokat olyan jelentéktelen filmeknek, amik lehet, hogy témájukban egyeseknek nagyon fontos, akik ott adják a díjakat, de úgy eltörpülnek minőségben ilyen filmek mellett, hogy 4 év múlva nem fogunk róluk beszélni se. De erről a filmről 40 év múlva is beszélünk, vagy 50 év múlva. Tehát azért nem mindegy. Mindegy, ugye. No, hát nézzük meg a hátulját is. Ami nagyon fontos információ, hogy ellentét van a pár dollárral több értel. Itt egy vadonatúj digitális 4K-s transfert kaptunk képkockáról a legendás Western esetén. Nagyon durva képminőségé van. Ugye a Spartacus volt talán ilyen szinten hasonló, meg az Arabi Lawrence, amit így képkockára újra masztereltek, 4K-s transfert kapott. Itt iszonyatosan jók a jelenetek, a képek a filmben. Én még nem tudtam megnézni egyéb iránt, de Gergő, a Hobbit TV-ről is, mások is mondták, hogy iszonyat csodálatos a remaster, és tényleg, hát a leírás alapján annak kell lennie. Egy titokzatos idegen, az Oscar és Clint Eastwood egy megáltalkozott revolver hős, Eli Wallach, a másik nagy klasszis színész, nemrég halt meg sajnos néhány éve, és egy szadista bűnöző, Lee Van Cleef, ugyanazt a pénzet egy ládát keresi. A ládat tartalma 200 000 dollár, még a cél közös a három is nagyon is különböző egy dologban azonban egyetértenek. Osztozni egyikük sem akar. Nem hiába jó, a rossz és a csúf a cím. Sergio Leone a legendás dollár trilógiájának mesterű befejező része fordított és bővített játszatban jelenik, meg ezt is felejtettem mondani, hogy bővített. A jelenetekkel kiegészítve, mert korábban csak az eredeti első olasz változatban szerepeltek. Ennyi a Oricon ez a 4 évvel természetesen. Extra kereti nyelven, Sergio Leone vagy nyugata, így készült a dollár trilógia. A Leone stílus, az ember, aki elvesztette a polgárháború, film rekonstrukciója, Maestro, ennyi a Morricone és a filmzenéje két részben. Kivonat jelentek, még így is vannak kivonat jelentek, Clint Eastwood és Eli Wallach anekdotái,
A dokumentári csát siker filmtet én az közönködésével. A dokumentár sör Christopher Freiringa is megkutatott én az közönködésével. És ez az igazság. Tiltásosan tartalmaz magyar hangot, bár csak monóban, egy fonulával, angol DTS HDMI 5.1-es angol hangot, japán DTS HDMI monó hangot, orosz, az érdekes, DTS HDMI, de monó, orosz 5.1-es hangot, táj, sztereó 2.0-as hangot, török 1.0-as monó hangot. Az olyannan bővített jelenetekhez nem készült magyar szinkronizáció, az eredeti hangol és magyar felirattal kerültek. Hogy kerülnek lejátszásra. De ezt is említem, a magyar feliratok, ez mindenféle felirat van rajta. A film 1080p Full HD-s képpel látható, széles vászló 2351-es képaránya. Játékidő kb. 179 perc. Tehát azt mondta, ez durva 3 óra, ez ugye az új bővített kiadásban van jelen. Aztán itt láthatjátok belülről megint csodálatos emlékezetes tájak és Clint Eastwood párosa, ha ezt fogalmazhatjuk így, hiszen ezekben a filmekben a fényképezés, a rendezés is amolyan társa váltva a magány esetén, amikor mondjuk egyedül mennek hőseink. Egyszerűen a táj képe beleívódott. Egyrészt nem csak a mi emlékezetünkben, hanem szinte a szereplők emlékezetében is egész életükben ezeket a tájakat jártak, kelték magányukban, ők lettek társaik, ezek a tájak. Tehát érdekes dolog ez, nem? Belegondolunk. Nem tudom, hogy ezért választották-e ezt a képet, de nekem most így ez jutott az eszembe. Mindenkinek ajánlottam tehát a jó, a rossz és csúf Blu-ray kiadását. Igazán megéri, az egyik legjobb film a top 10-ben, biztos benne van sokaknál. All time, és hát a Westernek közül az egyik legjobb, mindenképp top 2-ben biztos benne van, azt mondom ki. Ennyit akartam mondani nektek, úgyhogy tőletek, sziasztok!